nem tetszik Lázár Jánosnak, hogy nem a kormány osztja a norvég alappénzét, az meg különösen nem tetszik, hogy szerinte az LMP közeli korán sem politikamentes ökotárs alapítvány vezette civil konzorcium osztja. Móra Veronika igazgató a vendégünk, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Eredetileg a Magyar Nemzetben egy értesülés volt, hogy Lázár János írt a norvégoknak, és felháborodásának adott hangot, azóta tegnap a levél szövege is nyilvánosságra került, és kiderült, hogy a legnagyobb probléma Lázár János szerint az, hogy az ökotárs alapítvány, aminek ön az igazgatója, és amelyik ezt a civil konzorciumot vezeti, és a norvégok által támogatott civil alappénzének elosztásában részt vesznek, az tele van LMP közeli, ex-LMP-s, vagy még kilépni is elfelejtett LMP-s tagokkal. Hát tele az, azt gondolom, hogy egy enyhe túlzás. Négy nevet említenek ezek a cikkek, vagy ez a hivatkozás. Tudni kell, hogy a norvég civil támogatási alap lebonyításában négy alapítvány vesz részt. A szűkebb menedzsment stáb az 15 ember. Ehhez még hozzájön körülbelül egy 50 értékelő, bíráló bizottsági tag, tehát külsős munkatárs. Ezek közül találtak négyet, akinél valamiféle az idők homályába vesző LMP-s kötődést kimutattak, illetve LMP-snek vélt kötődés, nagyon jó példa erre Schiffer András neve, aki szintén megemlítődött, akivel 2007-ben dolgoztunk együtt, egy általunk hirdetett díj zsűriébe hívtuk meg. 2007-ben az LMP még nem is létezett. Tehát hogyan lehetett ezt LMP-s kapcsolatként emlegetni. A többi kapcsolat, idézőjeles kapcsolat is több éves. És azért több éves, mert újabbat nem tudtak találni, mert nincs újabb ilyen kapcsolat. Mielőtt a norvég civil támogatási alapot mi elkezdtük kezelni, illetve mindazok, akikkel együtt dolgozunk, már nem voltak LMP-sek akkor, vagy nem vettek részt tevőlegesen az LMP-nek a tevékenységében, amikor a norvég civil támogatási alapban bármilyen módon közreműködtek. De azt gondolom, hogy ez egyébként teljesen mindegy is. Tehát az, hogy valaki magánszemélyként milyen pártpolitikai preferenciákkal rendelkezik, van-e valamilyen szimpátiája, ez a magánügye. Az ökotárs alapítvány maga viszont egyrészt egy közhasznú szervezetként nem is végezhet politikai tevékenységet, és a honlapunkon végig lehet követni az elmúlt 20 évre a támogatásainkat. Soha nem támogattuk az LMP-t, soha nem fogadtunk el pénzt tőlük, nem álltunk be egyetlen képviselő mögé sem, stb. Stb. Tehát azt gondolom, hogy összemosni, hogy egy alapítvány, mint jogi személy, mint civil szervezet mit csinál, és hogy az alapítványban dolgozók, azzal kapcsolatban állók, mint magánszemélyek mit csinálnak, ez egy jól működő demokráciában fölösleges és indokolatlan. Nyilván azért is szúrt eszemet Lázár Jánosnak, mert hogy ő úgy érzi, hogy még ha az ökotárs alapítvány maga nem politizál is, támogatnak olyan civil programokat, amelyek már nem mondhatók teljesen politikamentesnek, és például a Heti Válaszban, ahol alapvetően indult ez a történet, mert ott már korábban hónapokkal megjelent egy cikk arról, hogy itt LMP közeliek osztják a pénzt olyanoknak, akik aztán kormánykritikát gyakorolnak, ott ki is emeltek egy konkrét szervezetet, a Liberális Fiatalok Egyesületét, amit meg speciál SZDSZ közelinek neveznek, mert hogy jó nemese egykori SZDSZ képviselő az, aki fémjezi ezt a szervezetet, és ők kormányellenes tüntetéshez is csatlakoznak, sőt olyan filmeket is készítettek, amelyek különféle témákban kritizálták a kormányt. Azt kell tudni, hogy a norvég civil támogatási alap nem csak Magyarországon működik, hanem mind a 15 országban, olyan Európai Uniós gyengében fejlett tagországban, ahova a norvégok, illetőleg Izland és Liechtenstein támogatást adnak. A támogató országok mind a 15 országban egységesen határozták meg, hogy ők milyen társadalmi célokat szeretnének a civil alap pénzei révén elérni, és az ő általuk megfogalmazott célok és prioritások között olyan kulcsfogalmak szerepelnek, mint a demokrácia erősítése, társadalmi részvétel, jó kormányzás, átláthatóság, esélyegyenlőség, stb. Stb. Tehát a civil alap céljait még csak nem is mi találtuk ki, természetesen egyetértünk ezekkel, különben nem pályáztunk volna a lebonyolításra. És hogyha ezek mentén, a célok mentén fogalmazunk meg pályázati felhívásokat, és ezek mentén, a célok mentén támogatunk civil szervezeteket, akkor igen, óhatatlanul lesz közöttük olyan, amely a kormányt valamilyen szakpolitika mentén kritizálja. Tavaly 105 kis és 23 nagy projektet támogattunk, ezek közül egy 11-2-t emlegetett ez az ominózus Heti Válasz cikk, mint kormánykritikus
külföldi érdekeket szolgáló szervezetet. Olyan ismertebb nevek vannak köztük, mint a TASZ, a Társaság a Szabadságjogokért, az átlátszó.hu, a Transparency International, stb. A konkrét liberális fiatalok egyesülete, az ő projektjük már a végéhez is közeledik. Ők a projekt keretében egyébként egy európai kezdeményezéshez, aláírásgyűjtéshez csatlakoztak, egy európai, egységes európai média szabályozásért. Amiben egyébként a Milla is részt vett, ez is rajta van a bűnlajstromon, hiszen a Milla pedig része volt annak a politikai amiből pártnak. Amiből kiindult ez a dolog, tehát amikor ezek megjelentek, ezek a cikkek, ez az első pályázati felhívásnak az eredmény hirdetése volt. Tehát akkor még nem lehetett tudni, vagy nem láthatták, hogy mi fog a projektben történni, hanem csak a szervezetnek az előélete, vagy a vélt valós előélete alapján jelentek meg ezek az információk. És egyébként magában a projektben, mondom, most már a végéhez közeledik, beszámoláshoz közeledik, csak és kizárólag az európai kezdeményezéshez való aláírásgyűjtésre összpontosított a szervezet. Érdemes egyébként még azt hozzátenni, ha már itt tartunk, hogy ezek a bizonyos heti válaszban tavaly megjelent cikkek mindenképpen valami, tehát ezek olyan belső információkat is tartalmaztak, amelyek csak valaki által kerülhettek ki a nyilvánosság elé. És hát őszintén szólva, nekünk, az alapítvány munkatársainak, az értékelőknek semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy ezek az információk kikerüljenek. Mire következtet tehát? A bírálóbizottsági üléseken megfigyelői joggal részt vesznek a donorok képviselői, illetőleg a magyar kormányzati félnek is van egy lehetősége egy megfigyelőt küldeni ezekbe a bírálóbizottságokba. Éppen ezért nem igaz az sem, hogy nincs rálátása a kormánynak semmilyen szinten arra, hogy mi történik a norvég civil támogatási alapban, hiszen első kézből tájékozódhatnak a megfigyelő révén. Tehát akkor azt mondja, hogy ez a megfigyelő adott ki információkat először a heti válasznak, aztán a... Én nem mondom azt, hogy ez a megfigyelő, nem tudjuk, hogy ki adott ki információkat, valaki kiadott információkat. Minden esetre most azt mondja Lázár János és a helyettes államtitkár Csepregi Nándor, hogy belpolitikai beavatkozásnak tekintik azt, hogy itt ilyen politika közeli emberek, politika közeli civil szervezeteknek pénzeket osztogatnak, és azt kérik a norvég kormánytól, hogy a magyar kormánnyal konzultálva döntsenek a támogatásokról, valamint azt is megfogalmazta Csepregi Nándor, hogy közpénzeket magánszervezetek nem oszthatnak szerintük Magyarországon. És fontos lenne, hogy ezeknek a fejlesztési források a felhasználása állami gondozásban, állami garanciák mentén történjen. Az első felére, hogy a magyar kormánnyal konzultálva történjen a döntés, erre azt tudom mondani, hogy maga az egész norvég alap a támogató országok és Magyarország közötti kétoldalú megállapodás alapján működik. Azt, hogy milyen prioritási területekre, milyen célok mentén fognak a norvégok támogatást osztani Magyarországon, ezt az együttműködési megállapodás rögzíti, amelyet Magyarország, a magyar kormány is aláírt 2011-ben. Másfelől, amikor kiírták a civil alap lebonyolítására a nyílt pályázatot, ott a pályázati értékelés, elbírálás során ugyan nem döntési, de konzultációs lehetősége szintén volt a magyar kormánynak, és ahogy az előbb mondtam, a bírálóbizottsági ülésekre is jogosultak megfigyelőket küldeni. Tehát az, hogy ők, nekik nem volt rálátásuk, hogy nem vehettek részt a folyamatban, ez azért bizonyos szempontból csúsztatás. Más kérdés, hogy valóban nem a kormány döntött arról, hogy ki fogja ezeket a pénzeket szétosztani, és milyen elvek mentén, de ahogy mondtam, ezek mind a 15 országban, ahol ez működik, egységesek. Az a kérdés, hogy csak az állam oszthat közpénzeket, ez így jogilag nem igaz. Lehet, hogy errefelé van egy törekvés, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy ezzel a véleménnyel, vagy ezzel a törekvéssel mi nagyon nem értünk egyet. Azt gondoljuk, hogy ha valóban szeretnénk megerősíteni az amúgy elég gyenge magyarországi civil társadalmat, ahhoz független forrásokra lenne szükség, és olyan szervezetekre, akik ismerik a civileket, közel állnak a szektorhoz, tudnak reagálni a szükségletekre, és ennek megfelelően valódi fejlesztő munkát tudnak végezni. Ezt leginkább alapítványok, civil szervezetek tudják megtenni. Köszönöm szépen, hogy elmondta az álláspontjukat.